Nem, sajnos nem csodálkozom azon, hogy meglepődnek a messziről jött emberek a térségünkbe folyó fejlesztéseken. Azért valljuk be őszintén, pár évvel ezelőtt még az ország harmadik leghátrányosabb helyzetű térsége voltunk. Évtizedekig voltunk mellőzött szerepben. Így szokták meg Délbékést. Azt mondták, hogy ahol nincs semmi, ott nem is lehet fejleszteni. Sajnos, aki nem itt él, annak nem fáj az, ami itt van. Az úthálózatunk szinte járhatatlan volt hosszú-hosszú éveken keresztül. Ezrével költöztek el az emberek a térségből. Az óvodáinkat, meg az iskoláinkat nemhogy nem újították fel, a szocialista kormányok sorra zárták be őket. Minden vállalkozás, szolgáltatás, vendéglősök, turisztikai attrakciósok, mindenki veszteségre panaszkodott. Semmi megújulás vagy bővülés nem történt a körzetben. Új munkahelyek nem jöttek létre még a mezőgazdaságban sem. A sport, a kultúra területén olyan veszteségeket szenvedtünk, amit nem tudom, hogy be tudunk-e hozni. Az épületeink olyan leromlott állapotban vannak, voltak, hogy sokszor már szégyeltünk bemenni. Az egész körzetben még egy normális mozink sincs. Vannak olyan városok, ahol nincs köztéri játszótér. Innen indult a munkám, amikor országgyűlési képviselő lettem. Lehet, hogy az én vehemens stílusom sokak szemét csípi, és az is lehet, hogy miközben küzdöttem a délbékésieknek járó fejlesztési forrásokért, hogy kiharcoljak mindent, ami nekik jár, sokak tyúk szemére ráléptem. Aztán ők támadásokkal reagáltak. Hol ilyennel, hol olyannal. De a legnagyobb probléma az, hogy évtizedeken keresztül ezekkel a problémákkal senki nem foglalkozott érdemben, senki nem tudott lépéseket tenni. 30-40 éves lemaradás és teljes önfeladás vett körül, amikor a munkámat elkezdtem végezni. Lehet, hogy nem ügyeltem minden apró részletre. Az is lehet, hogy sokat hibáztam. De ha én nem megyek, mint a buldog, akkor most nincsen a térségnek és nincsen pusztorlakának egy gyönyörű szép vadasparkja. És akkor ma nem beszélünk arról, hogy pusztorlakán vadasparkot kell felújítani. És az is biztos, hogy nincsen Délbékésnek kerékpáros turisztikai útvonala. Amit a polgármesterek maguk raktak össze, minden látnivalót, éttermet, templomot felraktak GPS koordinátával a térképre, és ebből egy puszta útlaka, ahol lesz kerékpáros tampája. De lesz. Mert ha máshol lehet, akkor miért ne lehetne nálunk is? Ez csak hit kérdése. Mint ahogy sikerült elérnünk azt, hogy Mezőkovács háza és Tóth Komlós felé fel tudtuk újítani az utakat. Sőt, a 47-est Vásárhely és Békés Csaba felé is fel tudtuk újítani. És nem hagyjuk abba az úthálózat fejlesztést. Meg fogjuk csinálni a Dínyés utat is. Sőt, ide tudtuk csábítani a Kodolányi Főiskolát. Tudtunk újraindítani óvodákat, bölcsödéket, iskolákat. Ez csak hit kérdése. Mint ahogy Orosházának igenis lesz mozia. Hiper-szuper mozia. Olyan mozia lesz, mint amilyen a Békés Csabaiaknak és a Szegedieknek van. Mert az orosháziaknak és ennek a térségnek is jár egy ilyen mozi. És lesz fedett tanúszodája, melegvizes. És nem lesz többet olyan város, ahol nincsen szabadtéri játszótér. Sőt, a városoknak mindegyiknek lesz műfűves focipályája, és lesz szabadtéri konditerme, és lesznek gyönyörű szép parkok, és sok-sok százmilliót fogunk erre elkölteni. Határozottan kiállunk azért, ami nekünk jár. És felújítjuk az összes óvodát, és iskolát, és bölcsödéket fogunk építeni. És az összes orvosi rendelőt és szociális intézményt felújítjuk. Folytatjuk az útfelújításokat, és ma ez ma már nem egy választási ígéret. Papírok, szerződések igazolják azt, hogy még ebben az évben meg fognak kezdődni a munkálatok. Tudjuk már azt is, hogy hogyan tudunk segíteni a helyi gazdaságon. Hogy az ipari parkok hogyan fogják szolgálni a gazdaságot. Hogy az alapanyag előállítók és a feldolgozók milyen módon tudnak majd a hozzáadott érték növeléssel, a nanotechnológián és a funkcionális élelmiszergyártáson keresztül további bérnövekményeket okozni itt a térségben. Dolgozunk évek óta szakemberekkel azon, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy itt találja meg a helyét minden aktívkorú, minden dolgozni akaró, minden fiatal, hogy ne menjenek el a térségből, ne keressék máshol lehetőséget, hiszen mára már eljutottunk odáig, hogy minden egyes itt maradt ember az egy kincs. Meg kell őriznünk őket, és a tenyerünkön kell hordozni őket.